Köszöntöm nézőinket! Olvasni csak az ember képes. Ez vendéglátunk a Tamási illetőségű Örményi Jánosnak a vezérgondolata. És ebből a gondolatból adódóan számtalan összegyűjtött könyvnek, történetnek a megírója. Köszöntöm János, köszönöm, hogy vendéglátunk a mai napon. Hogy kezdődött az írás? Az írás megelőzte néhány eseményen. 1998-ban kerültem haza a Tamási Turinform irodába, és egyrészt a munkából adódóan nagyon sok helytörténeti, történelmi érdekességgel találtam magamat szemben. A 2000-es évek elején az önkormányzatnál is jelentek meg kiadványok, amelynél a gépelésben, fotózásban segítettem, illetve 2002-től a Tamási tájat is már szerkesztettük, de igazából az első könyves ösztönzést azt egy szomszéd település Iregszemcsének a 2004-es kalendáriuma jelentette, és az egyik barátommal, Sogorka Péterrel azt mondtuk, hogy mi is tudunk ilyet, anélkül, hogy bármilyen könyvszerkesztési ismeretünk lett volna előzőleg. Aztán a történet úgy kitágult, hogy 18. példánynál tartanak. Hát a kalendáriumból már 17, a könyvekben épp tegnap, hogy jöttetek, készültem, és akkor összeszámoltam, 61 olyan kiadvány van, aminek a szerkesztésében nem írója, inkább azt mondanám, hogy szerzője vagyok, mert a könyveim javarészt nem egy személyhez kötődnek, hanem sok esetben, mint a kalendáriumnál is, közel 100 közreműködő van, aki írásával, fotójával, ötleteivel, cikkeivel, tehát sok a közreműködő. Én sose tartom ezt magamnak, ezt a könyvkiadást. Én azt mondom, hogy ez mindig egy csapatmunka. Nem csak Tamási van a kalendáriumokban, hanem a környező települések is. Fontos számodra, hogy azok az értékek, amely a környezetedben vannak, azok valamilyen módon napvilágra kerüljenek? Én azt gondolom, igen, és ehhez talán úgymond bele kell öregedni, meg kell öregedni, hogy egy fiatalt mindig a jövő érdekli. Az idősek, a közép meg az idős korosztály az már kezd foglalkozni a múltjával, és azt gondolom, hogy a mi járásunk területén, amely 32 településből áll, mindenütt vannak érdekes helytörténeti vonatkozású dolgok, érdekes személyek, érdekes csoportok, akiket meg lehet kérdezni, mert ha az ember kíváncsi természetű, akkor tud érdeklődni náluk. A te kíváncsiságod a történet egyik fele, a másik fele az, hogy segítenek-e az emberek? Én azt gondolom, hogy azt érzik, hogy a kiadványok mindig egy ilyen tájékoztató jellegűek, mi nem bulvár témákat dolgozunk ki fel. Én azt gondolom, hogy mindenki egyrészt büszke a településére, az ott élő személyre, az elért sikerekre, és szívesen megnyilatkoznak, sőt, mi a kalendáriumból mondhatnám, abból élünk, hogy a szereplők tovább ajánlják az ismerőseiket, a nevezetességeiket, és így tulajdonképpen minden évben újabb és újabb témákat tudunk feldolgozni. Meg milyen a fogadókészsége a kalendáriumoknak? Én azt gondolom, hogy a kalendárium az valamilyen szinten egy hiánypótló. Ugye a települések zöménél nem jelenik meg évről évre kiadvány. Mi minden településről, a legutóbbiban már 23 településről írunk 5-5 oldalba. Most ebben az 5 oldalba azért elég sok minden belefér, az adott év eseményei, rendezvényei, a fejlesztései, érdekes személyek. Tehát én azt gondolom, hogy várják a kalendáriumot, sok esetben ajándék. Én azt gondolom, hogy ez a műfaj, ez a 2-3 oldalanként újat, és mindig próbálva érdekeset közölni, erre van fogadókészség. Nem fogy el a téma? A feleségem, aki magyar történelem szakos, az első könyv kiadása után, amely 600 oldalas volt, ő is feltette ezt a kérdést, és igazából határozottan nem nagyon tudtunk rá válaszolni, vagy tudtam rá válaszolni, de a legutóbbiban is 220, talán 226 oldalba írtunk. Én azt gondolom, hogy a téma nem fogy el, a települések számának növekedésével mindig újabb és újabb lehetőségekhez jutunk, és azért igyekszünk mi is figyelni az év történéseit, keressük a témákat, de ahogy említettem, nagyon sok ajánlást is kapunk. Előbb mondtad, hogy ez tulajdonképpen egy csapatmunka.
Megvannak azok az emberek helyben, akik ajánlanak témákat, vagy esetleg meg is írják a könyvbe? Igen, nagyon sok szerzőtársal dolgozunk. Tehát én azért említem a szerzőt, mert tulajdonképpen a könyvkiadás, a könyv nyomdai háttere tartozik hozzánk. Természetesen mi is írunk, én is nagyon sok cikket írok benne, de azt mondanám, hogy a több mint a felét azt úgy kapjuk. Tehát említettem a településeket, ott azért a polgármestereken, a kultúrfelelősökön, helytörténettel foglalkozóktól mindig nagyon sok témát, ajánlást kapunk, és vannak állandó témáink is. Tehát akár kertészeti, akár virág, akár egészségügyi egyéb témákban, ott mindig a szerzők évről évre újabb és újabb témákat hoznak. A kalendáriumon kívül több más témában is készítesz, vagy készítetek kiadványokat. Mondtad, hogy a te előéletedben a vendéglátás jelentős szerepet töltött be, és ennek megfelelően készültek vendéglátó típusú könyvek is. Hát ez maradt meg, mert én a szomszédos Nagykóny általános iskolából Keszthelyre vendéglátóipari szakközépiskolába, majd onnét a főiskolára kerültem, és jó néhány évvel dolgoztam a vendéglátásban, és amikor 98-ban házasságom révén hazakerültem, akkor a Turinform irodához kerültem, és ott dolgozom azóta is, de ez a szenvedély, ez azért úgy megmarad az érdeklődés. Nem vagyok szakács, de olyan mesterszakácsokkal, mestercukrászokkal igyekszem együtt dolgozni, akik segítenek ezeknek a könyveknek, a füzeteknek a kidolgozásában. Egyrészt azokat a tájjellegű ételeket, amelyek még azért már lassan feledésbe merülnek, illetve próbáljuk megtalálni az újdonságokat is, tehát nem csak a régi, hanem az új ételeket is. Meg is főzöd? Hát azért, ha igazat kell válaszolnom, akkor nem. Feleségem főz nálunk, és én a kuktalány vagyok a konyhában. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a receptekkel mindig arra törekszünk, hogy olyan módon szerepeljenek a leírások, hogy az olvasója is könnyen el tudja készíteni. Mi a cél vele? Hát mindegyiknek tulajdonképpen más. Ugye van diétás két füzetünk, van német nyelvű füzetünk. Ugye ez inkább a Turinform irodából adódott, hiszen a külföldi vendégek érdeklődnek a magyar konyha iránt, de nincs lehetőségük az étteremben se a szakácstól, se a pincértől megkérdezni az ételt, ezért csináltuk olyat is. 700 éves volt a város, hát akkor kitaláltuk, pontosabban a feleségem ötlete volt, hogy legyen akkor egy olyan füzetsorozat, hogy a 700 éves Tamás 700 receptje, abból most már csak az utolsó füzet van hátra, a 8 már elkészült, 630 receptnél tartunk. Tehát tulajdonképpen ez az, ha már annyi celeb ír szakácskönyvet, akkor legalább ezek a mi füzeteink olyanok legyenek, amelyek a gyakorlatban is használhatóak. Melyik a legöregebb étel? Húha, ezzel a kérdéssel megfogtál. Ez így nem korban, hanem inkább ételbe. Nekem az egyik legrégebbi az a lábatlan, meg a sóspogács, ami még itt a környéken készültek, még nagymamám, édesanyám is készítette ezeket a recepteket. Néha már a krumplis pogácsával egyébben én is próbálkoztam, de az az íz az nem jön elő, mint amit ők amikor készítettek. Sokat változott a gasztronómia? Én azt gondolom, hogy igen. Részben ma már a nagyszülők már nem tudják átadni. A kirándulások, külföldi nyaralások kapcsán nagyon sok a külföldi hatás is. Egyre törekedtünk, hogy használható legyen, mert a nagyszülőktől nehéz volt a recepteket megszerezni. Ők elmondták, de a mértékegységek azok a gondolomformán, amennyit felvesz egy marékkal. Tehát mi azért próbáltuk arra kényszeríteni a nagyszülőket, hogy mondják meg ezt a mennyiséget, mert ugye őnáluk a lisztes edényben volt egy meregető, abból tudták, hogy a kúlófhoz, a kenyérhez mennyit kell tenni. Így viszont nekünk, laikusoknak, vagy hétköznapi főzés szeretőket, ez nehéz volt ezt mértékben megfogni, ezért írtuk át a recepteket, leginkább még a régieket is, hogy valami kézzelfogható mértékegységeket találjunk benne. Gyanítom, hogy ehhez azért meg is kellett főzni őket. Nagyon sok esetben
úgy készültek, hogy el is készültek a receptek. Egy nagyon kedves élmény volt néhány évvel ezelőtt Páriban, amikor mondtuk, hogy legyen egy ilyen ételgyűjtés, és akkor a nénik úgy tálalták, úgy készítették el, ahogy ők szokták, szerették, és hát természetesen ennek van előnye, hogy ilyenkor mi is kóstolunk, de már vigyázok a megfogalmazásokkal, mert idén egy esetben egy ételrecept kapcsán mondtam az illetőnek, amikor a könyvet vagy füzetet megvásárolta, és hogy még egy teríték. Becsengett, és hozott egy adagot abból az ételből, egy nagyon finom kalácsot. Az ember ilyenkor zavarba jön, hogy hát nem, azért nem egészen erre gondolt, hogy akkor meg is kell sütni, és el is kell hozni. A gasztronómia mellett még egy terület van, amiben beleástad magad, ez pedig az egészséges életmód. És erre is készítettetek füzeteket. Ebben sajnos azóta elhunyt Csurgó Sándor természetgyógyász volt a segítségemre. Az ő tudását próbáltuk olyan kisebb egységekre lebontani, hogy az érintettek számára könnyen használható legyen, tehát így a magas vérnyomás, a cukor és egyéb betegségekről jelentek meg kis füzetek, és ebben a Sándor volt ugye az értelmi szerző, én igazából ezeknek a füzeteknek a megjelentetésében vettem részt. Alapvetően gyógyászati célra vagy életvezetési célra szántátok? Hát én azt gondolom, hogy mindkettő, hiszen azért bizonyos kor után már úgymond valamilyen krónikus betegségben már szenvedünk, de ahogy az egészségügyben mindig elhangzik, a megelőzés sokkal fontosabb, és ezeknek a kiadványoknak azért nagyon sokszor a célja a tájékoztatás, a megelőzés, tehát ne várjuk meg, amíg mi is arra bizonyos krónikus listára kerülünk. Azt olvastam, hogy nagyon sok embernek segítesz az ötleteinek a megvalósításában. Elsősorban olyan ötletekről beszélünk, ami nyomtatott formában megjelenhet. Én azt gondolom, hogy a kiadványok sok személyhez eljutottak, és azt gondolom, hogy mindenkiben van egy könyv, egy füzet, amit szeretne megvalósítani. Ez akár saját, akár hozzátartozó kiadványa, csak túl misztikusnak találják a könyv, egy könyvnek a kiadását, és ezért fordulnak több esetben hozzám, hogy hát itt van egy verses kötet, ezt meg kellene jelentetni, vagy egy település történet. Ebben azért már úgy gondolom, hogy tudok javaslatot, tanácsot adni az elinduláshoz. Természetesen az elkészítés az már az illető, vagy az adott szervezetnek a feladata. Én azt gondolom, hogy nem annyira misztikus, nekem nem volt előtte semmilyen nyomdász előképzettségem, és most sincs, de a lelkesedés meg a jó szándék az előre viszi a könyveket. Egyébként is azt gondolod, hogy a lelkesedés meg a jó szándék előrébb visz dolgokat? Én azt gondolom, hogy az életben is így van, hiszen hogyha azért a jó szándék azért visszasugárzik. Tehát ahogy kérdeztél arra, hogy kapunk-e ajánlatot, tehát ha látják a könyveinknek a tartalmát, akkor látják azt a segítő szándékot, hogy egy település bemutatásánál mi azért a pozitív dolgokat, a követendő személyeket mutatjuk be, nem valami bulvár témát dolgozunk fel, és ezért viszonzásul kapunk is segítséget. Olvasnak még az emberek, az a tapasztalatod? Mert hogy ez egy örökvita, hogy igen, olvasnak, csak már nem könyvet, nem olvasnak, szóval hogy tapasztalod ezt? Hát én azt gondolom, hogy régóta temetik a könyvet, de azért én nem látom ennek a teljes halálát. Erre nagyon sokszor mutatnak statisztikai adatok, hogy a megjelent könyvek száma magasabb. Az más kérdés, hogy milyen témában és milyen példányszámban. Tehát itt igazából a példányszám. De ma már bárki kiadhat könyvet, és úgy gondolom, hogy a kiadott könyveknek a száma növekszik, ezzel együtt talán a példányoké is, ha még nem is olyan arányban. De én azért még nem temetném a könyvet, mert egy karosszékben
könyvet olvasni egy lámpa mellett, azért egész más élmény, mint egy tablettel a metrón zögykölődni. Én bízom benne, hogy azért az érték azért még megmarad a könyvben. Az értékgyűjtés, mint hobbi, ez nyilván követendő példa, csak az a kérdés, hogy kinek. Tehát, hogy van egy generáció, aki számára ez már nem biztos, hogy egy jó foglalatosság. Hogy érzed? Megfogtál ezzel a kérdéssel, mert néha én is elgondolkodom azon, hogy egy-egy szűk témájú könyv, tehát mit írtunk a lovasnapokról, a Tamási külterületi polgári iskoláról, a téli gazdasági iskoláról, hogy vajon ez hány embernek jelent még érdeklődést, de tudod, az ember ezt nem is számolja, mert amikor egy ilyen könyv megjelenik, és abban az olvasó visszalátja a volt tanár néniét, bácsiját, és sírva mesél nekem a könyv után még történeteket, akkor az ember azt mondja, hogy ezért érdemes. Tehát valószínűleg ez nem anyagi haszonszerzés, mert ha ez lenne, akkor valószínűleg mást kellene csinálni. Én azt szoktam mondani, ezt valahol olvastam, hogy 100 könyvből 5 túléli a szerzőt. Én azt gondolom, ha más nem, a Turinform valószínűleg nem hagy maradandót, de ezek a könyvek, füzetek közül úgymond halálam után is azért pár darab valahol még felelhető lesz. Fontos ez számodra, hogy ma hagyjál valami nyomot az emberiségnek? Hát én is hiú ember vagyok. Én azt gondolom, hogy az emberi hiúságnak ez a is egy része, hogy valami maradandót hagyni, és én azt gondolom, hogy már nagyon sokszor hivatkoznak a kalendáriumi cikkekre, amit mások írnak, tehát akár helytörténészek, akár néprajzosok, vagy bárki. Tehát már azért ezek a kiadványok sok esetben már forrásul szolgálnak más kiadványokhoz. Én bízom benne, hogy azért ez maradandó, és ez, mint hiú ember, biztos, hogy fontos számomra is. Készül a következő? Igen, ma délután fogok elmenni dr. Deák Gáborhoz. Gábor bácsi nagyon híres méhész, városunk első polgármestere, és akkora nagy lelkesedéssel kezdtünk az ő életrajzának a feldolgozásához, hogy lett egy méhész szakkönyv az ő írásaiból, és most ma délután véglegesítjük az életrajzi könyvét, és ez megint egy olyan könyv, ami szerintem nekem sokkal több élményt adott, mint lehet, hogy az olvasóknak, mert legalább 20-30 találkozó, másfél órás beszélgetésekből adott, és lehet, hogy Gábor bácsi többet elmondott magáról, mint amit akár a családtagok, akár az ismerősei tudnak. Ezek az önéletrajzi könyvek, egyebek, ezek nagyon jók arra, hogy megnyíljanak az emberek. Tanulsz közben? Épp a Gábor bácsi a jó példa rá, hogy az életszemlélet. Tehát ő 91 éves, és olyan életbölcsességet mond el nekem, amit ő is az őseitől tanult, de ez mind a mai napig megmarad, és azt gondolom, hogy azért bizonyos értékekből ma sem szabad engednünk. Ezek olyan értékek, amit ezektől az emberektől lehet eltanulni? Igen, tehát az a 3-4 életrajzi könyv, és mindegyik más típus, ami eddig már elkészült, én azt gondolom, mindegyik személytől nagyon sokat tanultam. Kedves, köszönöm szépen, hogy vendégül láttál minket. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!